Nagyon nagy elismerés számunkra, hogy megrendezhettük a Kóta Aranypálva térség és országos minősítőt Kiskunmajsán, és ezzel egy időben egy népzenei találkozó is van, valamint egy nyertes Hungarikum pályázatunkat szerettük volna még, hogyha a könyvbemutatóval, illetve azzal a gyűjtéssel, a Kiskunság népzenei hagyatékával megismertetjük a népzenét kedvelő barátokat, illetve bárkit, aki ezen a napon a művelődési központba látogat. Mindazok, akik majd ezt a könyvet, melyet itt tartok a kezemben, szintén a kezükbe veszik, és reményeim szerint a lelkükbe engedik tartalmát, a repertoárjukba engedik, emelik azokat a dalokat, amelyeket hallanak rajta. Önmagában Kiskunmajsa egy hagyománytisztelő település. Már ez önmagában büszkeséggel tölt el, én azt gondolom, hogy minden itt lakót. Illetve, hogyha körbenézünk itt a járásban, akkor ugyanezt a járási településekről is elmondhatjuk, hogy hagyománytisztelő, őrizzük a hagyományainkat, és teszünk is azért, hogy ezt a jövő generáció számára át tudjuk adni. 2 évvel ezelőtt gondoltuk úgy, hogy egy népzenei hagyatékot szeretnénk itt hagyni a jövő generációjának, mégpedig olyan formában, hogy ez legyen meg hanganyagban is, valamint nyomtatott formában, tehát ami Kiskunmajsa és itt a térségre jellemző népdarok szövegeivel, illetve a hozzájuk kapcsolódó kottával. Hiszen ebben a formájában, ahogyan ezt a könyvet most bemutattuk és kiadjuk, ez nem csak egy szakmai kiadvány, hanem a népzenét egyébként amatőr szinten, most még amatőr szinten, kedvelő körében is egy nagyon jó kis táptalaja annak, hogy hogyan lépjenek tovább, hogy miből tudnak táplálkozni, hogy milyen népdalokból tudnak egy következő műsorra felkészülni. Illetve a Hungarikum pályázatunknak köszönhetően a mai napon ennek a könyvnek a bemutatására kerül. Értelemszerűen ugye ehhez kapcsolódó, ha már a népvilágról beszélünk, akkor szerettük volna színesíteni egy viseletbemutatóval, illetve egy fotókiállítással is, ami szintén a Kiskunságnak azt a képi világát jeleníti meg. Most jelenleg, hogyha bemegyünk az aulában, akkor a rokonokat, ami itt tulajdonképpen a tanyai világban fellelhető, és még fellelhető, nem csak a régi képeket, hanem a még fellelhető életeket tudja bemutatni nekünk. A hagyományok ápolása terén nagyon jó példa az a dalárda, amely ma is megmutatkozott itt a színpadon. Mit érdemes tudnunk róluk? A majsai dalárda a mi kis büszkeségünk, hiszen 2 évvel ezelőtt, a Covid után ugye nagyon fontos volt az, hogy újjá tudjuk építeni a közösségeinket. És ők az élő példa, az első élő példa, egyébként nagyon sok jó kis közösségünk van, hiszen a Nemzeti Művelődési Intézetnek az ASZAKÖR kapcsán van több közösségünk is. Viszont a majsai dalárda egy kicsit azért kilóg a sorból, hiszen amikor ezzel a gyűjtéssel kezdtünk el foglalkozni, akkor azon is gondolkodtunk Berki Lillával, hogy oké, de ki fogja ezt nekünk felénekelni. És akkor így jött az a gondolat, hogy legyen egy dalárdánk, hiszen régen is volt Kiskunmajsán dalárda, és keressük meg azokat a népzenészeket, azokat a népi énekeseket, akik tulajdonképpen Kiskunmajsához kötődnek, és a gyűjtésben így szerepel Juhász Eszter, gondolom őt különösebben nem kell bemutatni, hiszen annyi díja van már, de ő is kiskunmajsai születésű. Toldi Nila, ő jászszentlászói, de térségünkhöz tartozik. Zelei Janka, akinek igazából az egész ötlet úgy indult el, hogy hallottunk egy archív felvételt a déd nagypapájáról, és ugye most pedig Janka a mai napon ezt elénekelte még azzal a régi felvétellel egy kicsit összemosva. És tulajdonképpen nekünk nagyon fontos volt az, hogy majsai kötődésű zenészeket, illetve a kötődést úgy értem, hogy itt Kiskunmajsán a Majosa Hagyományőrző Néptánc Együttes azért már letette az asztalra azt, amit néptáncosként és népzenét kedvelőként le kellett. Éppen ezért a Komlói Pöndöltánc Együttessel egy nagyon jó testvériséggel tápolnak, és a hanganyagban a komlói fiúk ezért vannak velünk. Illetve hát Szekeres Kamilla, ő is kiskunmajsai születésű, és ezt az irányvonalat viszi tovább.
Úgyhogy a hanganyagban több olyan zenekar is van, például mint a Sergő, ők szintén ugye majsai gyökerűek, de itt van velünk Fokos zenekar is, a hanganyagon is, a mai napon is, hiszen ők a Lurkó tánctábor, még valamikor 16 évvel ezelőtt velük együtt kezdtük el, és ők ide tartoznak. Tehát mindenki, aki a hanganyagban részt vesz, illetve a mai lemezben mutatom, ők tulajdonképpen egy kicsit itthon vannak a mai napon. A létszámot tekintve, illetve a hangulatot tekintve én azt gondolom, hogy jó választás volt 2 évvel ezelőtt, jó döntés volt, hogy kezdjünk bele ebbe a munkába, és az az igazság, hogy az elmúlt 2 év arra ösztönöz bennünket, hogy fenntartva ezeket a kis közösségeket, már készülünk egy következő ötlettel, szintén zenei világgal, egy kicsit áteveznénk az egyházi énekekre. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy ez a közösség, akik ma velünk voltak, velünk tartanak, akkor is, és meg tudjuk mutatni, hogy igenis vannak népdalaink, és vannak olyan egyházi énekeink, amire büszke lehet Kiskun Majsa.